eseménye került sor itt Mezőbenyei Piasz téren, egészen pontosan, hogy minden igaz, akkor ez itt egy erőember verseny. Hát hogy keveredett ez ide a Mezőbenyeibe? Én már láttam, csárdán már volt, igaz, nem ez a fajta változata, hanem a klasszikus formája, most viszont valami teljesen más van, de hogy? Sziasztok! Annyi a történet lényege, hogy a Kónya Gergő már többször szerepelt a tévében is, ilyen bothúzó versenyeken, bothúzó országos bajnok pontosan, de több számban is szerepelt már ilyen versenyeken, és sikerült egyet elkoptam így a tévéadásban, és mondom, hogy ez tök jó lenne, hogyha itt Berényben is csinálnánk egy ilyet. Szerencsét a szomszédságunkban van egy ilyen nagy plac, ami úgy igazából tökéletesen megfelel egy ilyen eseménynek. Jött egy ilyen kószó gondolat, aztán felvettük a kapcsolat a csárdai, amit jól mondtad te is, a csárdai srácokkal, ugye ők a Csárda Gymmel, igen, köszönöm. Ők biztosítják így a szakmai részét ennek a versenynek, mi meg a többit, ami szükséges hozzá, hogy mindenki jól érezze magát. És így hát a beszélgetésekből aztán végül csak sikerült összehozni ezt a kis délutánt. Na, szóval te nézted a tévét, és akkor ebből kipattant, hogy milyen jó lenne ez itt a vadász mellett. Röviden igen, aha. Ez érdekes. Hát ez tök jó egyébként. A másik dolog viszont... Ezért érdemes tévét nézni mindenkinek. Igen, tehát pontosan. A másik viszont az, hogyha minden igaz, akkor ti nem csak egy egyszeri alkalmat szeretnétek itt, hanem... Igen, mármint ebből az eseményből úgy néz ki, hogy ugye ez az első, és mindenképp szeretnénk, hogy ez egy hagyomány legyen, és egyre többen kedvet kapjanak ehhez a kis eseményhez. Nyilván nem ezt az egyszerű alkalmat szeretnénk, hanem minden évben újra megismételni. Úgy néz ki, hogyha minden igaz, akkor jövőre az országos állomásba is bekerül ez a verseny. Most egy kicsit már kicsúsztunk az időből, de igen, jövőre be fog kerülni, valószínűleg tartjuk. Ha jól tudom, akkor idén még egy másik rendezvény is lesz, ami a vadászhoz igen nagy köze van. Úgy tűnik, hogy igen, ez augusztus 4-én lesz, egy 14-es Street Jam Fest-re hallgatók sportesemény és úgymond fesztivál, amit szintén hagyomány szeretnénk majd belőle csinálni. Egyelőre sok minden nem szeretnénk elárulni róla. Egész napos kosárlabdáról fog szólni főleg, illetve ennek a műfajnak a hasonló változatai, mint például hip-hop tánc, graffiti és hip-hop előadások. Ez egyelőre ennyit szeretnénk mondani, de nem sokára ez. Egy szűk hónap türelmeteket kérjük. Igen, viszont ez teljesen tök jó. Tehát az, hogy Mezőberényben, tehát hogy vannak olyan úgymond fiatalok, bár nem tudom, fiatalok vagytok még. Mint én legalább. Tehát hogy egyszer csak gondoltok egyet, és akkor így nekiindultok. De gondolom ez marketing is, gondolom én. Tehát hogy van ebben olyan fajta célzat is? Hát, természetesen, persze, de hazudnék, hogy azt mondanám, hogy nincs, de az én legfőbb motiválásom az, hogy igazából kicsit megmozgassuk az embereket. Nyilván ugye a streetballhoz, hogyha csak a streetballra van kiegyezve most a dolog, akkor ez ugye szívügyünk mind a kettőnek, mert hosszú éveken keresztül kosaroztunk, úgyhogy meg ez a kicsit hip-hopos vonal is azért közel áll hozzánk, és akkor szeretnénk azt megteremteni, hogy évről évre ennek a egymással két kompatibilis dolog, mint a hip-hop, illetve a kosárlabda, az így kéz a kézbe járnak így világszerte, és akkor így egy egész napot szánjunk. Ma pedig a rock. Zúzás, mert egyébként a rendezvény végén lesz valami még. Igen, a rendezvény végén. Hát bízunk benne, hogy nem lesz csúszás, hogy a 8-szor magasságában, 9-szor magasságában a Vida Rock Band Roll együttes fog majd itt nekünk nótázni majd. Hát azt kell, hogy mondjam, példamutató lehet ez a kezdeményezés a többi vállalkozó számára is. Mezőberényben köszönöm szépen, gratulálok. Egy mondatot szerettem volna mondani, hogyha lehet, hogy... Itt a következő eseményt azt ugye van egy ilyen is, hogy a város értünk, a város értetek, és ezt így szeretnénk vallani mi is, hogy tartsuk itt a fiatalokat, és ezeket a programokat azért mindenképp szeretnénk hosszú távon tervezni és csinálni. Már egy jött nélvon a versenyző, biztassuk egy picit! Tartson! Fajtassuk a versenyzőnek! Eddigi legjobb az 1-12-22 volt, és ez pedig 1-9. I know, I know for sure. Bang, 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 bang.
éppen egy elég érdekes, hát véletlennek köszönhetően került ide Mezőberényben, hiszen ahogy említette Gödör, itt egy tévénézés folyamán jött rá arra, hogy milyen jó kis sport ez. Hát mit szóltatok a megkereséshez? Összintén egy kicsit meglepett azért, mert tőlük nem vártuk ezt a megkeresést, mert eddig azért nem voltak benne ebbe az erősember sport dologba. Viszont már nagyon régóta gondolkozunk azon, hogy Mezőberénybe össze kellene hozni valami erősember versenyt. Ugye mi csárdaszálláson csinálunk minden évben erősember versenyt, erőemelő versenyt, és itt Mezőberénybe valahogy még nem sikerült ezt összehozni. Itt volt az idején, úgy gondolom. Igen, én úgy látom, hogy egyébként megérte az idő, hát eléggé hektikus egyébként, hol esik, hol nem, de ettől függetlenül azért jönnek az érdeklődők. Így van, nagyon örülünk neki, hogy azért jöttek, annak ellenére is, hogy többször azért félbe kellett szakítani picit a versenyt, mert volt esünk, és hát most is azért van egy kicsi, de voltak azért nézők, és szerencsére versenyzők is el tudtak jönni idő ellenére is, úgyhogy nagyon remélem, hogy ennek lesz jövője. Hát mi is ebben bízunk, viszont ahogy te említetted, ugye ti csárdán szerveztek ilyen versenyeket. Ennek van két, legalábbis én amit látok, te azt mondod, hogy közük nincs egymáshoz, én úgy látom, hogy egyébként van egy klasszikus formája, meg ez a nekem számomra egy kicsit ilyen show formájú, hát erőemelés, vagy mi ez tulajdonképpen, ugye a klasszikus micsoda, és ahhoz képest ez mi? Amit te klasszikusnak nevezel, az az erőemelés. Ez egy háromfogásból álló verseny, ahol guggolnak, felhúznak, meg fekve nyomnak a versenyzők. Ez egy kicsit ilyen statikusabb erőt igényel, és van ez az erős ember verseny, ami dinamikusabb erőt igényel, sokkal több mozgás van benne, és hát az alaperőnek meg kell lennie persze itt is, de sokkal több a dinamizmus benne, és ez a nagy különbség igazából a kettő között. Illetve itt vannak eszközök, amikhez hozzá kell szokniuk a versenyzők, és meg kell küzdeniük vele. Na mindjárt arról is kérdezlek, viszont ahogy én többekkel beszélgettem, mindenki arra lett volna kíváncsi, hogy egyébként ezek az emberek nagyon erőseknek tűnnek, de vajon mondjuk, mit tudom én mondjuk, egy kapálás folyamán, vagy egy bútorcipelés folyamán is, ugyanezt az erőt ki tudják fejteni, tehát itt úgy kell őket elképzelni, hogy nem csak ebben mondjuk marha erősek. Meglepődnének az emberek egyébként, attól függ igazából. De nagyon teljesen más erőkifejtés kell ahhoz, illetve ehhez, viszont büszkén mondhatom, hogy mi is cipeljük a nagyobb bútorokat föl a harmadik, negyedik emeletre, tehát ezzel nincs olyan nagy problémánk szerencsére. Főleg az erős ember versenyzőknél, ott azért nagyon sokat számít az, hogy mennyire bír a tüdővel is az ember, mennyire későn fullad ki. Tehát ezért egy erőemelőnek nem annyira fontos, de egy erős embernek viszont nagyon fontos ez is, úgyhogy ott szerintem ilyen gond nincs. Igen, ahogy néztük a feladatokat, a gyakorlatokat, tehát itt a kitartásnak óriási szerepe van. Tehát itt aztán már néha már az erő nincs, de a szív valahogy még mindig ott van. Így van. Rengeteget számít a mentális felkészülés. Tehát igazából az, ahogy amilyen mentális állapotban van az ember, az sokszor még egy ismétlés, még két ismétlés, vagy még 10 másodperc tartás éppen, hogy olyanról van szó. Rengeteget számít, nagyon sokat. Löked, lábor! Eddig már 8-nál vagyunk. Most lesz nehezebb, biztos, hogy lesz egy 8 ismétlésre a versenyt. Nagy tapsokat a Mátérak. 8-on ismétlések száma. Viszont hagyd kérdezzek meg a gyakorlatokról. Hát itt többféle gyakorlatot láthattunk. Miben mérhették és hogyan mérhetik itt össze a tudásukat? Itt most Mezőberényben a kamionhúzás volt az első versenyszám, ahol egy 8 tonnás kamiont kellett húzniuk a versenyzőknek 20 méteren keresztül. Ez úgy nézett ki, hogy szemből kötéllel összekötöttük a versenyzőt a kamionnal, és hát húzták 20 méteren keresztül. A következő versenyszám az volt egy gumiforgatásunk, ahol egy 300 kg-os gumit kellett forgatniuk a versenyzőknek, illetve a profiknál majd egy 360 kg-os gumiforgatás lesz. Volt olyanunk, hogy viking nyomás, ez egy kicsit érdekes szerkezettel összerakva, körülbelül 100 kg-ot kellett a fej fölé nyomniuk a versenyzőknek, minél több ismétlés kellett ebből teljesíteniük, illetve volt még itt az autó felhúzás és tartás, ez pedig egy speciális keretbe beállított autót kellett felemelniük a versenyzőknek, és azt tartani, ameddig csak bírták, itt egy perc fölött is tartották az autót a versenyzők, és a végén volt a kőgolyó, a nagyon klasszikus versenyszám az erős ember sportnak, a kőgolyó pakolás, ahol egy 115 kg-os kőgolyót kell pakolniuk a versenyzőknek, minél több egy perc alatt, és a profiknál itt egy 155 kg-osra is fogunk majd számítani. Nézni is fáj az embernek, de mindegyik egyébként balesetveszélyes, tudom, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell, fontos a biztonság, de itt ennél a kőemelésnél, hát az tényleg iszonyatosan veszélyes, ahogy néz az ember, tehát hogy egyszer csak kicsúszik ott, akkor tragédia is lehet. Félelmetes, tragédiát nem mondanék, azért eléggé felkészült versenyzők vannak szerencsére, illetve a segítőgárda is olyan, hogy képbe vagyunk, tudjuk, hogy mire kell figyelni, merre kell ugrani, hogyha olyan, úgyhogy próbálunk figyelni azért a testépségére a versenyzőknek, és hát ők is nem azért jöttek, hogy lesérüljenek, tehát gyakorolják ezt otthon azért eleget.
Említetted már, hogy profik meg amatőrök, akkor ezek szerint két kategóriában zajlik a verseny? Pontosan két kategóriánk van, délbe kezdtek az amatőrök, és a 4 órától lesz majd a profi verseny, ahol gyakorlatilag az országból több nagyon profi versenyző is itt lesz. Ha jól tudom, interjút már készítettél a Kónya Gergővel, ő jelenleg a 7. legerősebb ember Magyarországon, de itt lesz a top 10-ből 3 versenyző is, őket várjuk. Na, ha már felhozod, akkor az ő vele készült interjút is nézzük meg. 3-2-1 start! Kónya Gergő! Hát abban a szerencsében van részem, hogy egy igazi, hát erős emberrel beszélgethetek, hiszen ha minden igaz, akkor te vagy, benne vagy a legerősebb 7. emberben, mármint ami az erő ember kategóriát jelenti, és hát megvan az a kellemes tulajdonság, hogy te tényleg mindenkit le tudsz nézni, így aztán most hát vagy 2 méter, ha nem több. Igen, 2 méter vagyok, 152 kiló jelenleg. Ja. De nem mindig voltál ekkora, és nem voltál mindig 152, ugye? Nem, 17 évesen kezdtem el edzeni, akkor magasságomhoz képest nagyon vékony voltam, 80 kiló körül. Azért is kezdtem el, ugye vékony voltam, muszáj volt valamit tenni érte. És akkor hogy lett ebből ez a fanatizmus, ez az elhivatottság, ami végül is azzá tett, ami most vagy? Hát úgy, hogy teltek múltak a hetek, hónapok, megszerettem, éreztem is, és láttam is a változást, aztán ott ragadtam, hogy most már 8 éve csinálom. És így sikerült felépíteni. Hát igen, és amit említettem, 8 év alatt értél is el eredményeket. Mik ezek pontosan? Mert ugye mondtam azt, hogy benne vagy az első 7-ben. Igen, hát így kizárólag erős ember sporttal 4 éve foglalkozok. Azóta sikerült elérni, hogy én vagyok a kamionhúzó országos bajnok, én vagyok Kelet-Magyarország legerősebb embere, Magyarország 7. legerősebb embere, sőt kamionhúzásban Európa szinten a 2. helyen vagyok ebben az ülvehúzásban, amit itt is csinálunk. Hú, azért ez nem semmi. És a kamion, tehát erre rá kell érezni, ennek van egy technikája, és azért tudsz ennyire jó lenni, mert neked mondjuk éppen ehhez van meg az adottság? Van technikája is, meg kell erősíteni a húzásban résztvevő izmokat, tehát a láb, karizom, hát. Ezeket meg kell erősíteni, és úgy összeadódik a mozdulat. Na rendben, de neked mondjuk mitől megy ez jobban, mint a többinek? Talán a magasságom miatt. Hogy hosszabb a karom, a lábam, jobban előre tudok fogni. Igen, mert ezt mondtad is, hogy nem szabad, hogy a... Igen, hogy, tehát végig feszülnie kell annak, igen, a kötelet. Folyamatosan feszesen kell tartani a kötelet, igen. És ahogy említetted, te igazság szerint nem ezzel a... Hát én egy kicsit úgy hívom ezt, ilyen show rész, mert ez tényleg, tehát az, igen, ember nézi, ez szórakoztat. Oké, valahol a klasszikus forma is szórakoztat, de az mégiscsak más, amikor ugye fekvenyomás van, meg nem tudom, még ilyen kategória van, ugye azt hiszem, hogy 2 vagy 3 guggolás. Fekvenyomás. Na, és te ezzel kezdted, ugye? Igen, azzal kezdtem, ott ugye csak egy súlyzórúd van, és azzal kell csinálni a gyakorlatokat. Utána kezdtünk ezzel megismerkedni, aztán ez jobban megtetszett, ez változatos, minden versenyen más csinálunk, más súlyok, más eszközök. Ez valahogy szerethetőbb így nekem. Hát igen, viszont én néztem, ez a golyó. Tehát ez nagyon egyrészt félelmetes is, meg az, hogy nagyon balesetveszélyes, nem? Balesetveszélyesebb, mint a többi. Hát igen, azért ki tud csúszni az ember kezéből, ugye nincs rajta fogó, így veszélyes tud lenni, de okosan kell csinálni, ennek is megvan a technikája, rengeteg gyakorlás, tehát többet kell gyakorolni, mint egy súlyzórúddal, ugye az adott, hogy hol kell megfogni, ez itt nem mindegy. Mik a célja ezzel a sporttal, ezzel a versenyzéssel? Hát szeretnék előrébb lépni országos szinten is, aztán nemzetközi szinten is. Tehát most 7. legerősebb vagyok az országban, évről évre szeretnék följebb jönni, aztán egyszer hát, ha én lehetek Magyarország legerősebb embere. Hát mi kívánjuk ezt neked már csak azért is, mert ugye hát Földink vagy, mert ugye ezt hamarabb kellett volna kérdezni, de most teszem fel, akkor te hol vagy, valós is vagy? Én innen a szomszédból jöttem, Csárdaszállásról. Igen, és ott nagy keletje van, illetve nagy hát bandája van ennek, mert hát nem te egyedülűzöd, ez maga a rendezvény is végig.
is amiatt valósult meg, hogy ott elég erősek vagytok ebbe a sportba. Igen, ott nálunk van egy ilyen 5-10 fős kemény mag, aztán versenyt szervezünk, rendezünk, mi is versenyzünk, tehát nálunk ez nagyon aktív dolog, ez az erősport. Hát igen, mi most ezzel jártunk, jó, hogy ezt csináljátok, na akkor most javadássorketnek köszönhetően ide kerültetek. Köszönöm szépen, gratulálok az eredményeidhez, és akkor mindent bele, hát reméljük, hogy látunk akkor majd még a tévébe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Two finger paint is not a sin. I put my middle finger in your monthly blood is what I win. I'm in your house, now let me spin. Python the power straight from my Monte. Say your Lord loves, got a John Frusciante. Spread your head and spread the blanket. She's 2 feet and I'm the patient. Black and white, red and blue, a thing that looks good on you. And if I scream, don't let me go, a purple stain, I know. Knock on wood, we'll all stay good, cause we all live in Hollywood. With Dracula and Dollywood, unspoken words were understood. Egyébként a profik és az amatőrök között gondolom az a különbség, laikus, hogy hát nehezebbeket emelnek a profik, vagy miért? Gyakorlatilag igen, igen, igen. De gyakorlatilag ennyi a különbség. Tehát egy amatőr versenyen elindulhatnak olyanok is, akik éppen csak ismerkednek a sportággal, vagy még akár soha nem csináltak, bár ezt nagyon nem javasoljuk általában. A profi versenyzők pedig gyakorlatilag heti szinten 2-3 edzésre legalább készülnek ezekre a versenyekre, és hát igazából sokkal nagyobb súlyokat is tudnak megmozgatni, vagy nagyobb távon tudják ugyanazokat a súlyokat cipelni, úgyhogy ezért profik igazából. Igen, ugye Gergővel, amikor beszélgettünk, ő elmondta azt, hogy honnan, hova jutott el, és hogy mik a tervei, mik a céljai, viszont hát mi tényleg ilyen jók vagyunk erőemelésben, illetve ebben az erőember hát versenyszámban, ugye Európában is, illetve a világban is? Igazából büszkén mondhatom, hogy erőemelésben világszínvonalú Magyarország, akár a férfiakról, akár a nőkről beszélünk, tényleg világszintű versenyzőink vannak, sőt világrekordokat is döntögetnek a versenyzőink. Erős ember sportban én azt mondanám, hogy egy kicsit le vagyunk talán maradva, de a környező országokhoz képest azért úgy tartjuk a lépést, és azért van egy-két nagyon tehetséges versenyzőnk, akár csak Gergőről beszélünk, de van több ilyen 20 éves nagyon fiatal versenyző, aki elég hamar odaérhet az élmezőnybe. Még egy nagyon fontos dolog, mármint rólatok. Ugye Csárdaszállás nem egy nagy település, mint tudjuk. Ehhez képest ti azért benne vagytok az országos vérkeringésben. Voltunk már nálatok is ugye versenyen, nem ez az első alkalom, amikor láthatunk benneteket. Honnan ez a dolog, hogy ti bennetek ez úgy kialakult, és hogy mondjuk tényleg azzá vált, amivé vált, hogy azért elismertek vagytok ebben a sportban? Kicsit hasonlít talán ahhoz, mint amit Gödör említett, hogy látta a tévébe, és akkor utána csináljunk versenyt. Hát nálunk meg körülbelül úgy indult, nálam például, hogy menjünk le edzeni, és fogyjunk valamit, meg egy kis izmot építsük fel. Ebből lett az, hogy már 18 évesen erőemelő magyar bajnok voltam ifjúságiban, tehát kicsit átfordult az egész, nem az lett belőle, mint amit terveztünk, de én azt mondom, hogy sokkal jobb így, mert mindig van miért küzdeni, és vannak céljaink, amiket el akarunk érni. De a srácoknál is az volt, egy kicsit izmosodni kellene, és akkor lemegyünk gyúrogatni. Tehát általában azért így indul mindenkinek, és aztán van, ami megtetszik belőle, és amit megtetszik, hát ugye azt csinálja az ember, és nálunk nagyon megtetszett az erős ember sport, meg maga az erőemelés, és ezt a vonalat követjük. És ti most egy generáció vagytok, vagyis hogy vagytok ti is kész, vagy pedig azért van utánpótlás is nálatok, tehát hogy vannak újabb érdeklődő fiatalok? Ez mindig egy nehéz kérdés, sajnos a fiatalokat egyre nehezebb rávenni a sportra magára, meg főleg ezekre az ilyen nagyon elszigetelt sportokra, ahol nincsenek annyira sokan, nem annyira ismert talán, viszont egy-kettő tehetség mindig van, aki így felbukkan, és akkor velük hát azért rengeteget próbálunk foglalkozni, hogy akkor ők is minden hamarabb bekerüljenek ebbe a vérkeringésbe. Hát igen, viszont mindent elkövettek annak érdekében, hogy minél több rajongót szerezzetek ennek a sportnak. Itt is láttam egyébként, az a botthúzás, ez valami legendás volt, ez miről is szól? Hát a botthúzás az egy ősi jakut verseny gyakorlatilag. Az a lényege, hogy két ember egymással szemből és test a test ellen egy botot húznak, át kell húzni a másik térfélre, úgyhogy az ellenfelet is akár áthúzva ezzel. Ez gyakorlatilag a lényege így röviden a bothúzásnak. Egyre elterjedtebb Európában is, Magyarországon kifejezetten elterjedt most már, azt mondhatom, sőt világbajnokságon is van már érmes helyezésünk. Tehát akkor ebből van verseny, normális verseny? Így van, pontosan. Tehát magyar bajnokság is van, magyar kupafordulók is vannak, sőt csárdaszállásnak is van magyar bajnoka már, a Kónya Krisztián, a Gergőnek
bátyja, aki egyébként kisebb nála, de ez érthető. És van titka egyébként ennek? Mert láttam, hogy nem egyszer mondtátok azt, hogy dőlj be, fordulj, meg izén. Nagyon sok mindenre kell figyelni. Tehát sokan azt gondolják, hogy ez tényleg annyira egyszerű, mint ahogy most elmondtam, hogy odaülsz és akkor húzod. Nem egészen. Én azt mondom, hogy a titka a gyakorlás. Ha nem gyakorod eleget, akkor nem tudod az apró trükköket, tényleg az elmozgásokat, azt, hogy éppen mikor kell elindítani, mikor kell visszatartani az ellenfelet, mert azért itt vannak védekezések, vannak támadások. Összetettebb ez, mint ahogy kinéz. Hát minden esetre érdekes. Még egy nagyon fontos dolog itt a végére, ugye díjazás. Hát természetes, hogyha már egyszer verseny, akkor van ott díjazás. Nálatok mi? Itt ezen a versenyen? Hát itt gyakorlatilag minden versenyző kapott kupát, erre azért figyeltünk a gödörékkel, hogy mindenki kapjon valamilyen kupát, illetve minden versenyző meg van hívva egy vacsorára, valamint hát ugye itt lesz egy koncertünk is majd a nap végén, úgyhogy erre is várjuk szeretettel minden versenyzőt. Hát akkor érezzétek jól magatokat itt nálunk, és hát kívánom, hogy minél jobb idő legyen, eljön még egyszer ilyen esőszünet. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszi! És az első mezőbeni 14-es erősember verseny profi kategóriának bajnoka csont nélkül 5-ből 5 számgyőzelemmel Kónya Gergő. Köszönjük szépen, gratulálunk, srácok!